Sziasztok! Én Panzaris Diana vagyok, és ez itt a Mancsvár Állatvédelmi Magazin. Mai adásunkban ellátogatunk egy kutyaszépségversenyre. Azt is megtudhatjuk, hogy tetoválással hogyan segíthetünk az állatokon. És persze, lesz sok más egyéb érdekes téma is. Örökbefogadott kutyák napja. A természet csodái. Hüllőtartás kezdőknek. Egy rendhagyó kutyaszépségversenyen jártunk, ahol csak örökbefogadott kutyák indulhattak. Ahogy elnéztük a gazdik arcát és a kutyusokat, abból azt láttuk, hogy ha van olyan szépségverseny, aminek volt értelme, hát ennek volt. Reggel 9 óra. Megkezdődött az örökbefogadott állatok napja. Az ide látogatók rengeteg program közül választhatnak. Volt itt kutyakiképző bemutató, ingyenes kutyagazdi fotózás, mikrocsip ellenőrzés, ingyenes kutyakozmetika, divatshow és koncertek sora. Az eseményen György István, Budapest alpolgármestere is megjelent. A rendezvényt Budapest Állategészségügyi Szolgálata szervezte, ismertebb nevén az Illatos úti ebbtelep. Az intézményt a múlt században közegészségügyi szempontból hozták létre. Mára már az elsődleges funkciója gazdit találni a kóborkutyáknak. Itt az örökbefogadás az állatoknak a túlélést jelenti. Igyekszünk nekik szerető gazdit találni. Ezt önmagunktól, mi egy önkormányzati szerv vagyunk, mi ezt önmagunktól nem tudnánk megtenni, hogyha nem segítenek nekünk az állatvédők és az állatmentő egyesületek, akik nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és ma itt együtt ünnepli önkormányzati szféra és a civilek az örökbefogadás tényét, és azt, hogy az Illatos úton már nem kell állatokat túlaltatni. Ezen az összejövetelen nagyon sok ismert és még kevésbé ismert állatvédő szervezet képviseltette magát. Itt volt a Vigyél Haza Alapítvány is, akik 6 éve alakultak, és elsősorban az Illatos úti kutyusok elhelyezését segítik. Az alapítvány vezetője Óvári András, az infokommunikáció területén dolgozó üzletember. Talán nem véletlen, hogy ők a legújabb technológiákat is alkalmazzák. Nagyon népszerű a saját Facebook oldalunk és a honlapunk is. Azon kívül éppen 2 hete mutattunk be egy kutyakereső alkalmazást, ahol okostelefonon, androidos telefonon már bár kutyát örökbefogadni, illetve megtalálhatja is az elveszett kutyáját, ha letölti ezt az alkalmazást. Ami természetesen ingyenes. Persze az Újpesti Állatmentő Liga egy ilyen rendezvényről nem hiányozhat. A liga elismertségét jelzi, hogy nem csak az újpesti önkormányzat és az újpesti rendőrkapitányság áll mögöttük, hanem több támogató is segíti önkéntes munkájukat. Általában csak bevetés közben láthatjuk őket, most viszont az érdeklődő kérdéseire is szívesen válaszoltak és tanácsoltak. Hogyan toboroztok ideiglenes befogadókat interneten keresztül, Facebookon? Így van, internet, Facebook, illetve hála Istennek most már 9 éve mentünk macskákat. Nagyon sok barátunk, ismerősünk van. A Fehér Kereszt Állatvédő Liga már 20 éve működik. Ők most arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a felelőtlen állattartás miatt bizony sok-sok kígyó és teknős is veszélybe kerül.
Sokan a megunt kedvencet szabadon engedik, ha már nem tudják ellátni őket. És bizony egy 30 kilós aligátor teknős már az emberre is veszélyes. Ezért közelebbi céljuk között szerepel, hogy létrehozzanak egy teknős menhelyet. Egyedülként az országban járunk szervezeti szinten, közintézményekbe, iskolákba, óvodákba, és egy hüllőbemutatóval próbáljuk a gyerekeket és ezáltal a felnőtteket is meggyőzni arról, hogy azért, mert valamilyen állatot nem ismerünk és félünk tőle, azért ne csapjuk agyon egy ásóval. Sajnos nagyon sokszor az emberek ugye rettegnek, félnek. A gyerekek egy része is, de azt mondom, hogy a gyerekek mindig pozitívan állnak minden állathoz, de meg kell ismertetni őket. Nem kedvet szeretnénk csinálni annak, hogy az emberek egzotikus állatot tartsanak. Mi azt valljuk, hogy az állattartás nem jog, hanem érdem kell, hogy legyen. Tehát csak azt tartson állatot, aki azt az állatot élete végéig tudja is tartani. De térjünk vissza a programokhoz. A keverék kutyák szépségverseny előtt kutyaiskola bemutatót láthattunk. Azért rendeztük meg ezt a napot az illatúsúti állategészségügyi szolgálattal együttműködő állatvédő szervezetekkel közösen, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyi szerencsétlen sorsú kidobott állat található egész Magyarországon, illetőleg hát mi szűkebb körben itt Budapest kóborkutyáit, illetve leadott kutyáinak a sorsával foglalkozunk, őket szeretnénk bemutatni, és ennek a részeként szervezzük ezt a kutya szépségversenyt, hangsúlyozottan csak és kizárólag ez örökbefogadott keverék kutyák számára kiírt szépségverseny lesz. Rengeteg szép kutyát láttunk, szinte választani sem lehetett közöttük. De akkor megpillantottuk őt. Nekünk Pupák lett a favoritunk. 3 hetes volt, amikor elhoztam. 3 hónapos. És könnyen szocializálódott? Igen, mert a nagy mellett nő fel, együtt járunk a kifutóba, tehát sok kutyával érintkezik, nincs vele semmi probléma. Hogyan fogadtátok örökbe ezt a kutyus, melyik menhelyről és milyen módon? Vácskák menhelyről fogadtuk őt örökbe, most február 18-án, és hát előtte hát 3 év körüli kutyus, és kölyökkora óta harcra nevelték őt. Nem egy bordája el volt törve, van olyan fog, ami hiányzik szegénykémnek, úgyhogy most kicsit rehabilitáljuk őt. Az összes kutyánk, aki eddig volt, mind örökbe fogadott kutya volt, vagy menhelyről, vagy utcán szedtük össze, de mind örökbe fogadott kutyusunk volt. És most álljunk meg egy pillanatra. Ezek a kutyák megérdemlik, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. Sokan közülük rengeteg szenvedést éltek meg rövid életük alatt. Némelyeket kínoztak, mások éheztek és az utcán éltek. Ezért felemelő ez a verseny. Itt megkapták azt a figyelmet, szeretetet és megbecsülést, amelyet mindig is megérdemeltek volna. Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik. Mahatma Gandhi. És a várva várt szépségverseny elkezdődött. 3 kategóriában indultak a kutyusok. Kicsi, közepes és nagy méretben. De most lássuk a versenyzőket. Következzenek a győztesek a teljesség igénye nélkül. A titkos favoritunk nem állt a dobogón, de külön díjat a zsűri szerint is érdemelt. Ha már a külön díjaknál tartunk, hirdettek győzteseket legokosabb, legkajlafülűbb, leghosszabb nyelvűbb, legplüssebb, legrókásabb, leghosszabb fülűbb, legloncsosabb, és még sokáig sorolhatnánk mennyiféle kategóriában.
verseny szubjektív volt, a döntést a zsűri hozta. De természetesen mindenkinek a saját kutyája a legszebb, és ez így. Ki gondolná, hogy egy tetoválószalon is képes tenni az állatvédelemért? Most erre is látunk példát. Elkísértük az Állatmentő Liga tagjait egy tetoválószalonba. A létszám gyorsan megcsappant, ugyanis mentés miatt hívták az állatmentőinket Pomázra. A kutyus tényleg segítségre szorult. Azóta az életmentő műtét megtörtént, és most vissza a tetováláshoz. Az eddig bizonyítottan legrégebben készített tetoválás 5000 évvel ezelőtt készült, Öci viselte, akinek mumifikálódott testét a 90-es években az Alpokban találták meg. De megemlíthetjük az egyiptomiakat, az ókori görögöket, a római katonákat, akik szintén szívesen díszítették testüket különböző tetoválással. A sort folytathatnánk, de egy biztos. Nagyon régi önkifejezési módról van szó. Tetoválás ismét a reneszánszát éli, ismét művészetté nőtte ki magát. De amíg a festők vászonra, addig a tetováló művészek emberi bőre dolgoznak. A reneszánszát éli a tetoválás, nagyon sokak szeretik, nagyon elterjedt mostanság, hatalmas divat lett, az idősebbek is egyre jobban elfogadják, nincs az a nagy ellenszenv, ami régebben volt. És hogy miért tetováltatnak? Van, aki a szeretetét szeretné így kinyilvánítani, van, aki polgárpukkasztás miatt, és van, aki, mint a mi esetünkben, a hovatartozását szeretné mindenkivel megosztani. A Tetováló Szalon 2013. januárja óta segíti munkáját az Állatmentő Ligának. Az Állatmentő Ligával január óta állunk kapcsolatban. Nekünk nagyon szimpatikus az ő munkásságuk. Mi úgy látjuk, hogy tényleg ők azok, akik valóban odalépnek és tesznek a rászoruló állatokért. Szalonunkban urnát is helyeztünk el, amiben a vendégek egy bizonyos összeget dobálhatnak, amennyiben úgy látják, és általában úgy is szokták látni. Körülbelül egy óra alatt van meg ilyen tetoválás, nagyjából ebben a méretben. Hát annyira nem fáj, de egy kicsit szokatlan érzés. Hát néha elkap egy idegszálat, akkor fáj egy kicsit, de tűrhető. Kisebb eltérések vannak ebben is, mivel hogy az emberi bőr az egy olyan vászon, ami mozog. Vannak idegszálak, amik ugye megrándulnak, megmozdulnak ilyenkor. Persze akaratlanul is javítani kell, de ki lehet ezeket javítani, ezeket a hibákat. Ha abszolút nem sikerül, akkor ott a lézer eltüntetésre. Ezt a típusú mintát én már többször tetováltam. Az egy éve tervezgetett álom valóra vált egy tetoválás formájában, ami bizonyítja, ő is az Újpesti Állatmentő Liga tagja. Visszavonhatatlanul. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy kik lehetnek a tenger mélyének lakói, nem kell rögtön búvárruhát öltenünk, elég, hogyha ellátogatunk a tropikáriumba, ahol testközelből csodálhatjuk meg a cápák, bóchalak különleges életét. Tropikárium Közép-Európa legnagyobb akváriuma, terráriuma. Számos különleges és védett fajnak nyújt otthont, és nagy szerepet játszik ezen állatok népszerűsítésében. Az itt található állatok nagy része vadon befogott példány, viszont rendszeresen szaporodnak, így ebben az évben kisgekkók, pitonok, sejemmajmok és kis cápák is várják a közönséget. Talán ezen lehet a legjobban lemérni, hogyan is érzik magukat az állatok a tropikáriumban. A tropikárium mellette Farkas Károly, egy Svédországban élő magyar üzletember fejében fordult meg,
és 1999-ben elkezdte építeni. 8 hónap után pedig felépült a Tropikárium, immáron 13 éve elnyitva és várja a látogatókat. Ő a Tokó. Hivatalos nevén piros csőrű Tokó Afrikából. A fiú Tokó arról híres, hogy rövid pórázon tartja az asszonyt. Kedvesét nemes egyszerűséggel befalazza a keltetés alatt. Ők a lisztmajmok, vagy más néven gyapjas fejű tamarinok. Csak Kolumbia területén élnek, szigorúan védettek. Itt is van egy furcsaság. Az utód nevelését nagyrészt a papa végzi. Ő hordja a kicsit, és csak a szoktatásra adja vissza a mamának. A fehér pamacsos sejemmajmokat szerencsére nem fenyegeti a kihalás, sőt, itt is vígan szaporodnak. Nyolc teremben járhatunk végig, kezdhetjük az elsőként a magyar faunnál, ahol a magyar halakat ismerhettük meg. Utána tovább megyünk a dzsungelbe, majd az esőerdőbe találkozhatunk a krokodilokkal, megismerkedhetünk a galériának különféle rovarokkal, majd tovább haladva pedig a sós és az édesvízi halakkal, illetve a cápákkal találkozhatunk. A homoki tigris cápa mosolya nem éppen hollywoodi mosoly, hiszen úgy néz ki, mint aki fogszabályzásra szorul. Ezért csúfolják Afrikában kócos fogúnak. Ez már egy veszélyes cápa fajta, és fogszabályzó ide vagy oda, általában ő nevet a végén. Mekkora ez az akvárium? Ebben az akváriumban másfél millió liter víz található, 40 tonna só, illetve ez Közép-Európa legnagyobb akváriuma. Jelenleg 4 fajta cápafaj létezik benne. És hogyha például én szeretnék merülni a cápákkal, lenne erre lehetőség? Persze. Szükséged van egy alapfokú búvárvizsgára, illetve a kollégáinkkal kell egyeztetned az időpontot. Ez fontos tudni, hogy csütörtökön van egy cápeltetés, 15 óra 30 perckor, ilyenkor nem lehet merülni, csütörtökön egész nap nincs lehetőség. Akkor én lennék az ellenség, igaz? Hetente egyszer etetünk. Igazából elégséges nekik ez a heti egyszeri alkalommal etetés, ugye ezek ragadozó állatok, tehát nem folyamatosan étkeznek ezek a természetben sem. Mi hetente csütörtökön 3 órakor lemegyünk, és akkor egy kollégámmal, tehát ketten mindig karöltve etetjük ezeket az állatokat kézből. Nagyjából az utóbbi időben főként makrélát etetünk velük, vagy pedig tintahalat. Egy alkalommal olyan durván 15-20 kg halat esznek meg, nagyjából olyan 10 és 20 perc leforgása alatt. Sokak számára rendkívül izgalmas és vonzó az egzotikus állatok világa, és szívesen vinnének haza egy kameleont vagy egy varánuszt az otthonukba. Ma már erre is van lehetőség. Magyarországon a hüllőtartás egyre népszerűbb. Évente egy-két nagy bőrzét tartanak, ahol számos hazai és külföldi tenyésztő jelenik meg. Ez azért jó hír, mert az állatokat már nem vadon fogják be, hanem otthon szaporítják. Ezek az állatok leginkább tenyészetből valók. A kiállítóinkra vonatkozó házirendben szabályozzuk azt, hogy milyen állatokat hozhatnak be, illetve azok milyen állapotban legyenek, és az ehhez tartozó természetvédelmi előírásoknak megfelelően rendelkezzenek minden olyan papíron, ami ehhez szükséges. A beléptetésnél a kiállítók regisztrációnál megtörténik ennek az ellenőrzése, és ott már ezek a dolgok kiderülnek, úgyhogy a rendezvényen már nem vesz részt olyan állat, ami
bármi olyan jogszabályt, vagy az állatok jólétét, tartását sérteni. Eddig nem volt semmi ilyen probléma, valószínűleg annak tudható be, hogy a kiállítóink is szakmabeli tenyésztők, természetszerető emberek, állatbarátok közül kerülnek ki. Négy évvel ezelőtt kezdtük, és elsősorban a külföldi, tőlünk nyugatabbra lévő országokban lévő rendezvények sikere volt a minta, és szerettük volna Magyarországon is meghonosítani egy azokhoz hasonló volumenű rendezvényt. Ha a bőrzén nem mertünk venni semmit, akkor irány egy díszállatkereskedés, hiszen ott több idő van a tájékozódásra, és nyugodtabbak a körülmények. Először tájékozódjunk, hallgassuk meg a tanácsukat, ne döntsünk el hamarkodottan. Legyünk szerények, csak kezdők vagyunk. Kezdő állattartóknak ajánlható a sisakos kaméleon. Ez egy fiatal példány, körülbelül 4 hónapos. Igazi családkedvencévé válhat. És ő színváltós? Színváltós, igen, hőmérséklettől, páratartalomtól, takarmányozástól, hangulattól függ a színe. Akkor érzi jól magát, ha egy kicsit tarka mintájú és kicsit zöld. Most meg van illetőbb, azért vesztette el a színét, meg megy a ruháthoz a színét. Igen. És... úgy tudom, hogy ennek is speciális világításra van szüksége. Így van, tehát elsősorban a terráriumnak magas felépítésűnek kell lenni, mert lombkoronában, pokrokon, cserjéken élnek ezek az állatok. Másodszorban hőigényesek, tehát napközben 28-32-34 foknak kell lenni a terráriumban. Lokálisan lehet? Egy lámpával, célszerű egy lámpával, és nagyon fontos, hasonlóan majd meg fogom mutatni a szakállasagámának is, a terráriumát olyan technikai berendezéssel felszerelni, ami UV-fényt ad, mert ezek úgynevezett napimádó állatok, UV-fény nélkül nem lehet a kaméleonokat megfelelően tartani, legalkalmasabb egy energiatakarékos UV-fényforrás, ezt az izzó, a hőt kibocsátó izzó mellé be kell építeni a terráriumba, naponta 12 órás üzemmód mellett teljesen normálisan fog a kaméleonunk fejlődni. Tényleg olyan, mint egy kis fakéreg ez a kaméleon. Ez a kis picike. Tarthatnám őt is otthon? Ez egy törpe kaméleon, amit most a kezedben tart. Ez már haladónak való, ez kezdőnek nem való. Olyan helyen él, amit elég nehéz terráriumban klimatizálás szempontjából biztosítani. Ezek ilyen kis picike állatok, falevelek talajszintjén élnek. Meleg, párás környezetben, de az éjszakai lehűlésre szüksége van. Viszonylag kis táplálékot fogyaszt, amit nem biztos, hogy sikerül mindenkinek biztosítani, tehát igazából ez már a haladók terrárium állata, sajnos rövid életűek, maximum 2-3 évig élnek. És hogyan tudnám esetleg, hogyha én egy haladó állattartó lennék, hogyan tudnám rekonstruálni a környezetet? Az ideális terrárium elkészítése mellett tavasztól őszig ezeket az állatokat akár kinn is lehet tartani, szabadban. Erkélyen, ablakban, vagy szabadban. Erre a célra kitűnően alkalmas, ez az úgynevezett flexárium. Macska biztos, macska nem fér hozzá. Betenni egy faágat, és így az állat tökéletesen érezheti magát kint a szabadban, anélkül, hogy úgy érezni, hogy fogságban megy. Köszönöm, hogy minket néztetek. Minden állatnak kell egy mencsver. Ez volt a Mancsver. Sziasztok! Támogatunk a német Animunda, kutya-macska állateledelek és gyógytápok gyártója.
A műsor fő támogatója a Fitaktív termékek hazai forgalmazója, a Panzipet Kft.